Üdvözlök mindenkit, a vagyok. Kértétek, ezért jöjjön. Ugye azt mondtam, hogy nem lesz túl sok Warframe a csatornámon, de ha kértek, akkor szívesen csinálok róla videót. Úgyhogy most kapaszkodjatok meg, mert 2020-ban ezt egyszer és utoljára fogom előadni. Rohadtul sokat fogunk beszélni, és rohadtul hosszú videó lesz, de mindenki oda tekerhet, ahol a kedvenc Warframe modolással van. Ugyanis, erről fogunk most beszélni. Valaki kért tőlem Facebookon, hé, hey, csinálj már egy Warframe modolós videót így 2020-ra, így aztán azt mondtam, hogy jó, rendben, de ez 2020-ban most először és utoljára adom elő, úgyhogy ja, hozzáteszem. Mindenki úgy modol, ahogy neki tetszik, mindenki azt a modolást csinálja, ami neki tetszik, úgy játszol, ahogy eh, neked tetszik, és azt csinálsz a warframe ami neked tetszik. Ez az én sajátos játékstílusomnak eh, van megcsinálva továbbá a saját eh, érdektelenségemnek a Warframe-el kapcsolatban, amint azt látni fogjátok az egyes warframe ahogyan már csökken a forma szám, úgy csökken az érdeklődésem is azon a warframe-ek felé, viszont remélhetőleg ötleteket fogok tudni adni nektek, amit megvalósíthattok, esetleg tovább fejleszthettek a saját billytekbe, Mivel, hogy hallani fogtok némi gondolatmenetet is, hogy mit, miért, hogyan csináltam, már még ha emlékszem rájuk. Na jó, kezdjünk bele. Mint mondtam, olyan sorrendben megyek, hogy um, a formák. Oké, okay. vagy menjünk ABC, ABC sorrendben. ABC sorrendben kéne menni. Talán, talán az, 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 lenne a, 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 a dolog lényege. Lehet, hogy úgy egyszerű, mert akkor oda tudtok tekerni a kedvenc videótokhoz. Ja, es. Es egy olyan karakter, amit szarrá nörföltek, ezért est én már. <laughs> Isten se tudja, mikor kapcsoltam be utajára, amiután lenörfölték, én ott hagytam abba uh, a vele való játékot, így a vele való modolást is, viszont tudom, hogy a modolás még mindig teljes mértékben helytáll. Régen uh, ez volt egy, uh, Erőmodolás, mert nem volt annyira szükség az időre, most már ezt a modolást tudnám nektek ajánlani esre. Szükséged van némi láthatatlanságra, hogy bemérd a négyes képességgel való öm, enemiket, amit beméred őket, akkor elkapcsolhatod a négyes, de ehhez szükséged van a láthatatlanságra, hogy időd legyen őket bemérni gyorsan. Továbbá a Seeking Shuriken nevezetű augment módját ajánlom, mert hogy leveszi az enemi armort. És ha leveszi az enemi armort, akkor iszonyatosan könnyen ki lehet őket végezni. Ezzel való játékmód az az, beállsz és sarokba, beállsz halhatatlan, a dobálődőket, a Seeking Shurikennel, ellátott modolásoddal, ami leveszi az armorjukat továbbá, utána megölheted őket egy viral damage-el, egy gas damage amivel akarod ez egy bevált technika esre, hogy, hogy így láthatatlanba seeking Shriekerrel dobálod az ellenfelet, majd utána uh, régen egy zenisztárra, csak lenőrfölték a zenisztárt a rákos fazba, uh, régen egy zenisztárra azt az emberek, ezzel dobálták a seeking az elemikból belesétáltak a zenisztárba, és meghaltak. Ennyi. Es. Megvolt. Atlas, illetve Atlas Prime, um, teljesen mindegy, Atlasba egy formán van, Atlas Prime-ba ennyit sem. Nem nagyon érdekel, nem nagyon érdekelt ebben a, um, ebben a karakterben, de ahogy elnézem, még van mit kihúznom a Prime-on, úgyhogy inkább megmutatom a sima Atlas-t. Igen, egy Umbra Prime uh, készül, egy Umbra Atlas fog készülni igazából belőle, de annyira, annyira, hogy az alapköve ennek az umbrának természetesen az umbramodok és az adaptation, ez az alapkő, utána mi van benne, nem számít, valószínűleg benne lesz continuity, benne van, uh, ennyi, adaptation, umbrák, illetve continuity, ennyi, ennyi kell az atlasznak, se több, se kevesebb, de megmutatom a sima atlaszt, hogy, uh, hogy lássátok, hogy hogy néz neki az én modulásom. Uh, van másik, van másik, ennyi. Ennyi a történés, ilyen atlasz modolásokat csináltam, semmi nagyon extra, nem foglalkozom túl sokat ezzel a karakterrel, nem feltétlenül a e, kedvencem, ez e, a kőfagyasztásra készült, hogy lefagyasszuk őket nagy területen, de nem használom ezt a karaktert, mivel nem érdekel az, hogy milyen és hogy milyen vele játszani. ritkán néha meg egy-egy videó kedvéért. Banshee Prime uh, megint csak egy olyan karakter, ami egy kicsit alulértékelt, uh, de nagyon-nagyon hatékony uh, tud lenni. Ez lenne az, az úgynevezett Savage Banshee modolás, ha jól emlékszem, ez az. A oh, Stress Resonating Quay, igen. Savage Benshi. Szóló Survivor mission van. Az egyik legesedékenyebb karakterről beszélünk itt, és op ki lehet hozni. Ajánlom szeretettel kipróbálni ezt a modolást egy olyan karakterrel, mint a Benshi, mert erősebb, mint gondolnád. Viszont Benshi igazi ereje nem abban rejlik, hogy szólózik, hanem abban rejlik, hogy egész csapatot le tud, egész enemi hordát le tud fogni a hatalmas range és arra készült ez a modolás, Uh, ezzel a modolással egy uh, teljes, uh, hogy mondják a zászlófoglalós játékmódot, annak egy teljes körét le tudod hozni, tehát az három perc. És egy Prime Flow-val uh, teljesen le tudod hozni azt a kört. Ezzel a modolással. Van másik változat is, ahol több erő van. Uh, le tudsz hozni teljes defense köröket ezzel egy bizonyos ideig, egy bizonyos enemy levelig, de ez arra van, hogyha gyorsan végig kell menni 10-20 körös defense-t, Bensi, lerakod a kezed, netezel, körmöt reszelsz, a Bensi intézi. Ennyi, erre készült ez. Uh, ennyi. Akkor következő baruk, kérem szépen, ő most változott az augment módjai miatt. Az augment módjai miatt másképp is lehet uh, modolni. Uh, mindjárt megbeszéljük azt is. Ez lenne az én általános modolásom barukra. A hármas képességére, illetve az egyes képességére um, fókuszálna. Uh, viszont ugye kipróbáltam a Reactive Store nevezetű augment módját és az igen-igen cukorfalatnak bizonyult, ezért változtattam egy kicsit a modolásom, mert nem ez az eredeti modolás, viszont most már, hogy kijött egy másik augment módja, ugye az Endless Lullaby nevű augment módja, majd azt csinálja, hogy a kettes képességét meghosszabbítja, így aztán egy olyan modolást is tudnék rá ajánlani, ami teljes mértékben magába foglalja a continuity és mindenféle időmodokat, azért, hogy a lulabit meghosszabbítsam, továbbá egy mondjuk overextended-et, és en ennek három módnak a kombinációjával a, a kettes képességére hagyatkozni baruknak, mivel hogy elaltatja az elemeinket, finisherre megnyitja, és a finisherrel megsebzed az enemit, akkor újra kapcsolja a lulabit a fennmaradó másodpercek teljes, teljes tartalmára. Uh, ja. Szóval valami ilyesmit csinálnék. De attól függetlenül én számomra barúk egy móka karakter, akivel le lehet zúzni mindenkit igazából. De nem feltétlenül őt viszem el endgame-ekre, mert nem ő az én endgame karakterem. Chroma, hát igen. 8 forma, nem hiába. Annyit változott a Chroma, hogy szükség volt rá. Ez egy nehéz karakter. És csak vagyis mondjam, haladóbb játékosok kezdik el megszeretni ezt a karaktert. Egy dolog vadászós, azoknak, akiknek nincsenek ű agyon őberezett faszom év, értitek? Egy dolog vadászós uh, mod, uh, vigorös swap-pal ellátva, hogy még nagyobb sebzésed legyen a 313%-os erő uh, mellett, hogyha már fegyvert váltasz, akkor legyen még az a pár másodperc uh, demis boost, ez lenne az egyik uh, változat, Kérem szépen ez a um, Survivor változat, megint csak azoknak, ez a sima kroma, uh, megint csak azoknak, akiknek uh, nem akarják agyon überezni magukat, Survivorre tökéletes, uh, build ajánlom szeretettel, és pénzformolós build, kromára, ajánlom szeretettel, um, de ja, bele fogod áldozni ezt a sok formát ennyi, ennyi, ennyi lesz az egésznek. Ezzel a bildel, ajánlom szeretete, ezzel a bildel energia töltés nélkül mész legalább 40 vévet egy, egy, egy defense <laughs> szóval, uh, ja, de az kelleni fog a prime flow esetleg. De erős build uh, hogyha netán a kromát választanád erre. Chroma Prime, a Chroma Prime-ból Umbra Chroma e, lett, és csak ezt az egy modulást csináltam, semmi másra e, egy dolog vadászatra, e, mivel hogy a Chromám, és a Chromám erősebb, mint a Prime ezen a ponton. E, nem nagyon erőltettem túl a dolgokat, de, de egy megbízható modulást láthattok itt. E, ember, e, öf, hagyjuk. Nem az, hogy nem húztam ki az embert a hat év alatt, kihúztam, csak kitöröltem, mert lett egy ember Prime-om. Az ember Prime modolás az elég up-to-date, mert nemrég változtattak rajta, így um, aztán ezt a modolás, ez egy modolás, amit én nagyon javasolnék bele, a Healing Flame nevezetű augment moddal, amivel némileg vissza tudod tölteni a, az életedet. Továbbá, hogyha nem szeretnéd azzal játszani, hanem egy Adaptation-nel szeretnél játszani, és és egy um, um, life strike kal ellátott karddal szeretnél operálni, akkor egy Adaptation-t ajánlok a Healing Flame helyett, és, és lehet zúzni. Elpusztíthatatlanul erős lett az ember a az új képességei ö, miatt gyakorlatilag, és egy, és egy healing return vagy egy lifestrike ellátott karddal, adaptation -el megfőszerezve, kettes képességével megfűszerezve, ha egy balancban tartod a kettes, hármas képesség, ö, egyensúlyban tart az egészet az ember szinte, hogy elpusztíthatatlan lehet. Ezt a modalást is ajánlom nektek szeretettel, de nem régiben beszéltem ugye erről egy videóban. Ez pedig semmi extra, mész és írtod az elemit az utadba nagy rénzsen, uh, magas erővel leszeded őket. Ennyi, tehát arra való, hogy defense körökön gyorsan túlessél. Következő, Equinox. Uh, ez egy olyan karakter, amit azért használok, mert nem tudom, hogy miért használok. Című. Uh, történet, természetesen egy nagyon erős karakterről beszélünk ezen modolása um, a halhatatlanságra fókuszál oké okay. Peaceful Provocation és Rage, a kettő együtt kiekészíti egymást, adaptation kevesebb sebzésnél. a Peaceful Provocation pedig belasítja az enemiket. Majd 200%-os erőnél teljesen belasítja az enemiket szinte állnak egy helyben. Damage reduction is lesz. És és egyszerűen nem tudnak lelőni, nem tudnak akkorát sebezni rajta. OPS fák ez a build. A Rage-el pedig, ha sebeznek az életedbe, az energiád visszatölt. Szóval a Peaceful Provocation fennmaradhat, és, és nagyon OP build. Mindig lesz energiád altatni. Uh, lesz energiád kettes képessége, lesz energiád ultira uh, ezzel, mert sebeznek az életeden, de annyit azért nem tudnak sebezni az életeden, mivel hogy le lesznek lassítva, és damage reduction, uh, reduction is lesz. Adaptation is felfogja azt a kurva damage-et, és hogyha még van nálad egy, egy healing return és egy life strike-os ki tudja megállítani az Equinox-ot? Senki! Senki! Következő modulás, um, ha jól emlékszem, nagy területes altatásra, ja igen, nagy területes altatásra készült, mert hogy például ezzel szoktam fókusz XP-t farmolni. Eladhatom őket nagy területen, és egy extermination mission-ön stealth őket, és gyorsan végig lehet menni, és ezzel, ezzel, ezzel a modolással nagy területen altatok viszonylag sok időre, és, és addigra le tudom őket írtani. És ja, ez, ez lenne az egyik. Utsó modolás, azért készült, hogy gyorsan végig pályákon, oké? Okay? Tehát gyorsan végig menjek pályákon, gyorsan kell csinálni egy extermination mission gyorsan meg akarom csinálni a capture mission -t. gyorsan értitek, az arra készült, hogy legalább egy ilyen level 30-35-ig meg sem állsz ezzel a billen, nem kell megáll lőj ellenfélre, mert lesz lessel mindenkit az útjába gyors menetekre készült um, ez a build. Ennyi. Alacsony szintű gyors menetekre nagy területű altatásra, hogyha arra van szükség egy csapatban, vagy mint mondtam, fó számomra fókusz überhalhatatlan Survivor karakter e modolás. Equinox e Prime e dato ugyanaz, igazából meg, meg sem mutatom. Uh, ja, de ettől ugyanazt csináltam belőle az egyikbe, a Peaceful és a halhatatlanos Survivoros karakter. Uh, ennyi, ennyi. <laughs> uh, című történet, uh, Excalibur. Uh, hölgyeim és Uraim, ez az egyik kedvenc karakterem, mostanra már talán mondhatni az Warframe-nek kiszolgált. Uh, ez a karakter, kiszolgált, ezek a, kiszolgáltak a bildek, amik jöttek, egy megbízható, erős uh, karakter. Uh, a, amit upgrade-eltem azóta benne, az az adaptation mod Igazából, mert, mert ő jobb, mint egy Steel Fiber annó volt bele. Chromatic Blade. Egyértelmű, ez már minden, minden hülye belerakja, <laughs> bocsánat, így mondod, mindenki belerakja. Az Exalted Blade Augment modot. Um, mert szükségeltetik bele rage, egyértelmű blind rage, algo secrets. Így néz ki a mostani excalibur Megbízható, erős karakter, és sokáig bírja benne. Nagy területes vakítás. Oké, okay, semmi másra nem jó, csak nagy területen vakítani. Régen ennek haszna volt a warframe -ben. Arra várok, hogy mikor jön el újra ez az idő. Erőkarakter hármas kép képességére alapozott uh, bildelés ez, mert hogy régen ezzel lehetett xp-zni, értitek? Ezzel xp-zni lehetett, annyira írtotta a, a, a népet az Excalibur régen, hogy ez emberek elvitték xp-zni ezt a karaktert, és kurva gyorsan lehetett vele, gyorsabban xp-zni, mint egy MESHA. gondoljátok, hogy gyorsabban xp mint egy szarén, az emberek sokszor ezt a karaktert választották a szarén helyett, értitek? de ez mostanra az egyik legmegbízhatóbb bildem a, az Excaliburra, hogyha az Exalted Blade-jére kerül a sor, akkor ezen modokat választottam beéle. Ez, ezek, ez a build a Chromatic Blade-del jól együttműködik. Következő Exka Umbra Excalibur, én már nem is emlékszem, mit raktam bele. Ja, hát igen, Umbra, de... ja, dő, hülye gyerek. <laughs> Na ja, natural talent a gyorsabb kettes képesség elkapcsolásához. Vakítok viszonylag okis területen. Chromatic Blade, Hunter Adrenaline, a Damage Conversion miatt. Egyszerű letisztolt build, megbízható build uh, ennek a karakternek. Semmi más nem nagyon csináltam, mert nincs rá szüksége. Még egy Excalibur, az Excaliburra Van akinek három Excalibur van már a sima, a Prime és ez. Hova? De umbraként ez egy erős karakter, hogy őszinte legyek. És egy, egy, egy egyszerű, letisztult, könnyen megszerezhető és megcsinálható modolás mindenki számára. És itt kezdődik a Warframe egyszerűsítése, már ennél a karakterek kezdődik a Warframe egyszerűsítése. Megvannak az Umbra modok, van egy Umbra excalibur le, legyőzöm legyőző mindent, legyőző mindent mindenkit. Minden játékmódra jó az Excalibur, minden játékmódra jó az Excalibur. Egy általánosan erős karakter, ne becsül le. Következő. Frost Prime, hölgyeim és uraim, az egyik legmegbecsült karakterem számomra, viszont mostanra már keveset használom. Viszont egy időt álló karakter, időt álló modolással, annyira nem kellene rajta változtatnom, pedig tudnék, tehát berakhatnám ezt, értitek? Fölösleges. Mert hogy, mit csinálsz a Frosta, odamész, azt lebubizod a, a helyet, és boldogan kilősz mögül le, és OP vagy, ez fuck. Ez az egyik, általános bubi modolás. Általános bubi, oké, okay, általános bubi. I.k.a. Okay, harmadik képesség. Ez már egy kicsit trükkösebb, oké, okay, ez arra van, hogy nagy területen fagyasszak. Nem feltétlenül, hogy öljek, nagy területen fagyasszak kis armored agility régen ez jó jött. Most már nincs szükség, most már ezt, ez, ez így, tessék, update Nagy területen fagyasztás, mert a Frostnak, ha jól tudom, még mindig az ultia csökkenti az armort az eneminek. Nem beszélve arról, crowd control megállítja az enemiket egy helyben. Értitek? És utána tudjátok, ilyen jó érzés, amikor a Frost megállítja az enemiket egy helyben, és odamész, azt leszeded őket könnyedén. Szóval, ja, Ennyi. Bubi erős, uh, sok az energiád, és keveset használsz el, időd van, a hármas képesség, uh, bocsánat, az Ulti jelen pillanatban 9 másodpercig lefagyassa az enemiket. 9 másodperc a Warframe-ben egy, egy végtelenségi idő. Szóval, uh, ja, ez ez a modulás. Ajánlom szeretettel. Még hosszabb ideig való fagyasztás, viszont... Viszont itt már megspékelem a dolgot, mert ezt a modulást viszem el hosszabb körökre. Mert benne van az IC Avalanche Augment mod, és téged és a, a, a haverjaidat némileg megvéd. Mondhatni úgy, hogy um, armort ad, de valójában damage nyel el, oké, okay. tehát <laughs> így is lehet mondani. És rohadtul hasznos a társaknak, és rohadtul hasznos neked. Ott vagy a bubi alatt lefogyasztod az enemiket, megállnak az enemik egy helyben, akik még lőnek, mert ugye az ulti, az ultia miatt, ahány, minél több enemit lefagyasztasz, annál több sebezhetet, vagyis damage reduction adsz magadnak és a társaidnak. megállnak egy helyben, már nem lőnek rájuk, társaid erősebbek lesznek, az új körben kibírják a lövéseket, te újra fagyasztasz, és így tovább, és tovább. Elképesztő segítség ez a build a társaknak egy csapatjátékban. Oké. Okay. Még egyszer. Uh, általános fagyasztás Általános bubi Csapatban való együttműködés Következő karakter Ah, oh, gara, Istenem Biztosan sokan használják ezt a karaktert Mert OP uh, OPS fuck Hogy, hogy, hogy um, Őszinte Survivor karakter, gyorsabb képességgel kapcsolás, adaptation egyértelmű, hogy miért. Um, 50%-os eséllyel dobhatnak Health Orbokat az zenemék a Flame rap esküszöm, nem emlékszem, hogy miért raktam be, de csináltam egy modulást, ahol, ahol beraktam fél napra installation és hogy mennyire az Adaptation-nel egybevéve, Flame Repair, Installation Lighting Rod, uh, mennyire durva, és az Aviator modot beraktam hozzá. Emlékszem, hogy Livestream-en ezt kipróbáltam, hogy mennyire OP, vagy nem OP, de ez, ez már nem oldalás, várjatok. Uh, ja, ez már inkább. Ez már inkább. <laughs> uh, ez már inkább, igen. Na, ezt le, ezt le lehet kopizni, hogyha szeretnétek. Az Aviator modot szerettem ebben a karakterben. Mert 40%-os damage csökkentés, uh, ugye a kettes képessége eleve et csökkent, az 40%-os még Demit-csökkentés, így aztán egészen OP-vá válik ez a karakter, és össze ugrálok vele, meg röpködök uh, vele, úgyhogy ja, és a Mending Sprinter-szel pedig visszahélelem, uh, magam, köjelem szépen. Van még másik is? Ó, oh, hát van itt még. Van itt még. Itt már minden benne van. A Mending Splinters Augment mód is vissza visszahílelem magam, meg, euh, még a health orbokat is visszadobják az enemik. Szóval mindenképpen, um, tehát így a... A, a nagyon furcsa kísérleti valamiről, ami igazából nem, nem vált be, mert ez a hárommal nem, nem teljesíti igazán azt, amit mi szerettünk volna. Tehát reméltem, hogy ez a hároma, ez kiegészíti, és akkor értitek. De ez, ahogy megyünk így a, a, a nagy területen való ultizás és magadat fedezésről, így átmegyünk a Survivor e, című dologra. Inkább ez egy csapat orientált mondolás, és ez pedig inkább egy Survivor orientált modolás, ahol uh, egyedül is életben fogsz tudni maradni. Oké, okay, tehát ja. Uh, ezt így, így tudnám, update elve. Uh, már úris, má úr is. Ez, ilyen régóta nem modoltam be a garát. <laughs> Ennyit változott a Warframe-ei egy adaptation be lehet adanyomni és már is op lett a, a karakter. A Garuda megszereztem, megszerettem, aztán már nem szerettem meg, aztán aztán hagytam az egész karaktert <laughs> nem tudom, hogy miért, ne de nem játszom vele. Túl macerának érzem a, a, a képességeit, hogy őszinte hogy őszinte legyek, és és már nem is emlékszem, hogy mi volt a motivációm, ami mögé egy ilyen modolást ö, hoztam Uh, hoztam létre. Az emlékszem, hogy reflex, a holster speed miatt beraktam, mert hogy, meg a vigorous swap, hogy ja igen, emlékszem, uh, az egész ne nem feltétlenül hosszú endless gémekre vinném ezt a karaktert, ha bár uh, ugye az, hogy a, a, a kettes képességgel fel tudja tölteni az életét, illetve meg tudja őrizni az életét. A, a hogy gyorsan váltok fegyvereket, két erős fegyvert viszek, és gyorsan váltok fegyvert, és kapom a is boostot, miközben életben tartom magam a kettes képességgel a című kategória. Igen, most már emlékszem, hogy ez, 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 ezért készült. Lehet, hogy többször kéne játszom ezzel a karakterrel, mert ez így, ez így egész, ez így egész, még felkentettem a saját érdeklődésemet ezzel a bildel. Uh, csináltam másikat is, de már nem emlékszem, hogy miért. Nagy terület, ulti. Azt hiszem, hogy ezt ultira csináltam. Hogyha nagy területet és még nem vittem le az erőt 100 alá, akkor ezzel ultizom. Akkor ezzel biztos, hogy ultizom. Harmadikat is csináltam, igen. Lehet, hogy ezt csináltam ultira. Már nem emlékszem, hogy ezt mire csináltam. Ezt tényleg nem emlékszem, mire csináltam. Lehet, hogy ezt is ultira csináltam, csak kisebb területen. De annyi biztos, hogy ez azért van, hogy életben tartsam magam, és damage-em legyen a fegyvereimnek. Ez, ez majdnem biztos, hogy ultizom ezzel. Majdnem, nem, lehet, nem. Lássuk, miért, miért kell idő. Uh, duration. De, ezzel ultizom. Ezzel biztos, hogy ultizom. Meg életben is tartom magam, ahogy elnézem. Igen, már hogy a kettes képességnek nagyobb range többet tudok mozogni. Igen. Tók ultizni, de a kettes képesség nagyobb területen tudok vele mozogni, most visszajön, visszajön, mert ugye hosszú idő is van, úgyhogy ja, 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 nagy, oda 75 méteres range, úgyhogy igen, 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 biztos, hogy... Uh, biztos, hogy kettes képessége ultizom, ez ez valahogy damage re akartam, igen, de azt tudom, hogy ezt is jött, ez egy jó build lett, ez egy jó build lett, úgyhogy aján, próbáljátok ki, próbáljátok ki. Ez, ez, ez az, az a van, hogy nagy területed életben tartson magam, ugye, igen, igen. És itt ultizom, itt ultizom, igen, mert itt nincs idő, itt, nem, itt csak oda meg aztán löködöm ultizom, igen, így van, így van, így van, igen. Ja. Jó, ez egy jó modalás. <laughs> Érdemes kipróbálni. Uh, ja. Eszembe jut, eszembe jut. Le, ilyen rég az a karakter. Ez a Gauss. Uh, Becsületből beleraktam két formát ebbe a karakterbe, de nem használom. egyáltalán. Amióta kijött, hozzá se nyúltam. Nem tudom, hogy miért használnám. Nem tudom, hogy miért akarnám használni. Már nem is emlékszem, hogy mit tud. Viszont azt tudom, hogy amikor csináltam, akkor okkal csináltam, okkal raktam bele enemi radart, és okkal raktam bele a thieves swit Adaptation a túlélhetőség miatt annyi biztos, kevés strength, tehát akkor valószínűleg, hogy valamelyik egyes-kettes képességére, igen, valószínűleg, igen, ó, a kettes képességére támaszkodom ezzel a példával, igen, jó, most már azt hiszem emlékszem. Uh, yep, igen, A kettes képességes Damage reduction támaszkodom ezzel a build Emlékszem, hogy jót mondtam erről a karakterről a bemutatóban, úgyhogy érdemes még nézni a Gauss bemutatómat. Tehát a uh, Necrocrim Gauss bemutató. Uh, mert ott elmagyarázom az indokat, hogy miért ilyen modellt mert már én sem emlékszem. Uh, de tudom, hogy nem feltétlenül komoly körökre el csináltam, de ez a karakter bírja, és, és, és ahú, uh, uh, emlékszem, az, nézzétek meg azt a videót, nézzétek meg azt a videót, mert, mert valami nagyon gusztustalan folyik benne, nem van elmi, de nagyon, valami nagyon gusztustalan folyik benne, és nézzétek meg azt a videót, nézzétek Gauss bemutató, up to date, uh, az a videó friss, tehát nem uh, szükséges azóta az, a módosít csak a modoláson, uh, egy erő uh, változatú modolás, ez, ez már, um, Inkább úgy elnézem ultira és hármas képességre is valószínűleg, igen. Ö, és ennyi, ja. Egy erőmodolás és egy életben maradós modolás. És nézzétek a gazdózatot, mert ott meg is indoklom ért, és nagyon... Emlékszem, hogy volt valami nagyon jó vele. Emlékszem, hogy volt valami nagyon jó vele, amitől én dicsértem ezt a karaktert, és két formát belenyomtam. Grendel, um, ról is meg lehet nézni a bemutatómat, emlékszem a mondatomra, hogy ez az a karakterűbe egy tetves formát nem rakok bele. Annyira érdekesen számomra ez a karakter. Összehoztam a legáltalánosabb modolást, amit lehet egy Warframe-re, és higgyétek el, ha, ha te, ez, ez a karakter ez a életben marad, ez a semmi modolása, ez a, 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 a legáltalánosabb modolás, amit Warframe-ben manapságban lehet tenni, és ez a karakter ezt megoldja. És, és ez a legdurvább durvábban, ez a legjéztebb benne, hogy ennyire könnyű már a Warframe, és ez a karakter bizonyítja ezt. Uh, ja. Következő. Hero. Na, no, a hero. Mondhatni már eszenciális karakter. A hero specifikus karakter. A herót különleges alkalmakra visszük, mint az Eidolon Hunt. Uh, a hero egy igazi csapasz karakter, a heró egy igazi túlélő tud lenni, és, és nagyon egy kifinomult karakter, kifinomult játékosoknak, hogy őszinte legyek, és amit én csináltam vele, ez egy különleges bild, erről nem beszélek, ezt nem is lenne szabad látnotok még, <laughs> ez, ez, nem is lenne szabad látotok még, bassza meg. <laughs> uh, ezt meglepetésnek tartogattam régen, uh, mert tudjátok, miről van szó, mindegy. <laughs> uh, de ez, ez, itt a lényeg. Oké, okay, erre fókuszálj, erre fókuszálj. Amit látjátok, nagy range van, és sok időm van. Miért? Mert én a herónak az egyes képességére támaszkodunk. Ez egy csapatorientált bért, ami arról szól, hogy lekötöm az enemét. Nem arról szól, hogy az ultiva adok erőt, oké? Okay? Arról szól, hogy lekötöm az enemét. Nagy területen kötöm le az enemét, mint látjuk, 38 méter a Warframe-ben, sok. 9 másodpercre kötöm le az enemét. Én és a csapatom 9 másodperc alatt mindenki ledarálunk hogyha arról van szó. Lasting Covenant Augment, Headshot Kills Increase Critical Chance Bonus Duration by 3 seconds. Nem sok az erő, oké, okay, de attól még van Headshot Bónusz, és halhatatlanságot tudok adni, igaz? 90 másodperces halhatatlanság, 1,28 os Headshot, de Ma? Jó, belefér, több mint a semmi, igaz? Viszont, viszont hatatlanságot tudok adni. Egyes képességgel le tudom kötni az elemiket. Ez arra van. Én ajánlom szeretettel ezt a bildet. Jó csapatorientált bild, ahol kielvezheted a csapatod védelmét, és ők a te védelmedet. Egyértelmű, igaz? Tehát ezzel tudjuk, hogy hova megyünk és mit csinálunk. Ugye? Talán még egy kicsit le lehet csökkenteni az időt, hogyha egy pro csapattal vagy, egy dolon vadászaton, akkor lecsökkentheted jobban az időt. Ha egy kevésbé pró csapattal vagy, akkor azt mondom, hogy hagyd meg ezt az időt. De most már elég próka csapatok, úgyhogy kicsit lejjebb lehet csökkenteni az időt. Ez az én egy dolon modolós játékszerám, oké. Okay. De más nem csinálok, csak... Ulti... Ulti... A Ulti... A -ulti, a -ulti a már annak, aki értitek. Ez, ez egyértelmű, oké. Okay. Viszont ezt, ezt bédet ajánlom szeretettel. Ezt meg már mindegy, de ezt még nem láthatjátok. Ez titok build. <laughs> ez csak én használom. <laughs> uh, Hildrén, uh, szeretem ezt a karaktert, ügyes, erős, rendben van, csak az ember nem tudja, mire használja. Annyira OP. <laughs> uh, igen, ez a karakter OP. Egyértelmű, ez egy shield karakter, shield gétje van, az első karakternek shield gétje van, és egyszerűen nem tudják lelőni azok a tetves ellenfelek és, hatalmas lövéseket képes kibírni. Hatalmas lövéseket. Shieldgate miatt nem tudják egyhitelni. És, és ha jó, ügyes játékos vagy, oda tudsz figyelni a képesség elkapcsolására, nem, nem, nem tudnak vele, uh, vele megfogni. Ez egy erős karakter. És ez a build egy egyszerű, egyszerűen megszerezhető és megcsinálható build. És lehet egy erős karaktered. Következő. Hydroid Bónusz kérdés. Használod-e még a hidroidot? Emlékeztek, volt egy olyan videónk, hogy erős, de nem tudtad hidroid. Érdemes megnézni. A modolásai annak fejében vannak. Na most. Ez a farmolós. Ez a farmolós? Ne. Ez az alacsony szinten farmolós. Igen. Ez az alacsony szinten farmolós build pilfering szformán ellátva. Oké? Okay. Alacsony szint, 30 max. Tovább nem menj bele. Magas szintre való formulás, de a magas szint a hidroid esetében az, az így a 70-80. Ott már megáll ez az ulti. Tehát ott már nem feltétlenül fog ölni. Oké, okay. tehát hogy 70-80-nál már ki kell gyere de gondolom nagyon sokszor elmész egy droiddal eddig. Uh, szóval, ja, Pilfering for Energy Conversion, és egy 70-80-ig ölni fog. Ez az ulti. Úgyhogy, ja, Happy Days. 70-80-ig ölni fog. Következő videó, és ezen lesztek legjobban kiakadva... Ez a... a jól emlékszem a szóló Survivor Bild, hölgyeim <laughs> és uraim, tócsa, tócsára alapozunk itten, és a tócsával öljük az embereket, és tócsával mozgolódunk, kettes képességgel mozgolódunk, és... És ja, a tócsa a legnagyobb barátod című történet, és ja, a rejuvenation-nál pedig töltöd a saját életedet. De ez egy jó build a hidroidra, tehát de, de, de kevés játékos tudok, aki hidroiddal játszik, ezért érthető, hogy kevés rá a, a modolási fajta, de ez az egyik, amit én szeretettel ajánlok ne, nektek, nektek saját saját szól. Hmm. Uh, uh. Hydroid Prime, uh, mit is játszottam bele? Szerintem szólót, survival, szóló ilyesmi, Umbra, Umbra Hydroid Prime. Jó. <laughs> yes, bitch, please. Na jó, hát egyértelmű, hogy a rage, a rage az nálam elárulja, hogy valószínűleg valami endurance küldetése szállom a szerencsét lent, és a rejuvenation ugyanúgy azon cél miatt, hogy feltöltse az életet, csak az umbra vitality intensify anyám kínja, az, az, csak egy kis extra élet, de ezt ne vegyétek komolyan, mert mivel hogy a sima hidridom erősebb, mint a prime, így a prime-ot nem erőltettem túl című történet, de akkor már ültem, hogy miért csinálok bele umbrát. Uh... Inarosznál, tudjátok, ki fogtok röhögni, mert én vagyok az egyetlen játékos a Warframe közösségben, az egyetlen a 26 millió user közül, aki nem csinált Umbra Inaroszt, mert hogy annyira érdektelen vagyok ebben a karakterben, azért, mert annyira erős, és annyira kihívásmentes a játék vele, hogy én egyszer bemodoltam, játszottam vele, kielvesztem, és le is raktam a polcra. Viszont annak, akiknek nem akarnak umbrázni, meg abba energiát fektetni, a, azoknak ezt a modolást teljes mértékben szeretettel ajánlom. Című történet. Amint látjátok, upgrade mert van már benne adaptation. Oké, okay? oké, okay? jó, megvan. Sokáig fogsz vele túlélni. Sokáig fogsz vele túlélni de annak, aki umbrákkal akkor pöcsölni, akkor elkezdtem, elkezdtem, jó, csak már nem volt kedvem befejezni. Elkezdtem. Istenemre van, elkezdtem. Látjátok? Umrum rum a flow continuity, mert overextended, mert hogy nagy területen vakítunk és szívunk életet, és adaptation, mert beach please, és szerintem igazából ennyi, ennyi, nem, nem. leformázhatom, Umbra formát belenyomhatom, érted? Bele, bele kéne nyomnom, csak nem az inarozva, mert az inarozva sajnálom. Tehát amúgy is erős karakter, minek erősítse meg. Leforrász, és akkor ide, meg ide is belefér valami, de mi a fasz? <laughs> vigorous vopot tennék bele. Esküszöm, tehát tényleg azt kell bele. Vigorous vop, igen. Uh, mert hogy akkor már, hogyha már kardozol, meg lősz, meg minden, akkor legalább lejjel de damage a fegyveredbe. Szóval egy vigorous wapot beleraknék, egy power driftet a tetejébe, esetleg ez szevasz. Ezért talán már leformáznám, a Vigorous Swap miatt. Na. Ennyi. Uh, Ivorra. Ivaráról most beszéltem, nincs egy hete talán a videóban. OPS Fak karakter, legyőz mindent és mindenkit megállíthatatlan uh, című uh, karakter. Nem sokat kell beszélni. A... Uh, modolásról, azt hiszem, aki látta az előző Vivara videóját, az mindent tud erről a karakterről. OPS, fuck. Az egyik legmegbecsült karakter, a legmegbecsültebb karakterem ebből a szempontból. Vivara Prime Detto. Kora. Mm, sexy ass kora. Uh, yep, ez a, ez a, ez a, ez a build. <kül> uh, semmi nagyon extra arra van, hogy felfogjuk az enemit, esetleg lútójunk az enemiről, és uh, esetleg a macskának a képességeit kihasználjuk, mármint annak is a hármas képességét. Amit látjátok, adaptés, és semmi nagyon extra. Tass fel az enemit, rakjad le a izé, ultizgas, ultizgas, azt boldog vagy vele, hallod? Uh, csináltam erről videót, azóta se nagyon kellett változtatni a bilden. A, a videóban, aki megfigyelte, való a 70. wave környékén, defense környékén jártam szólóba, ki a pöcs megy el manapság 70 szintig, 70 levelig szólóba, csak azért, hogy eljátszan ezzel a játékkal szólóba. Arra a hétre én voltam egyedül a legtöbb izé, defense levelt kivívő játékos, <laughs> tehát amikor ezzel karakterrel mentem, tessék, hölgyeim és, hölgyém és uraim, egy, kis, egy, kicsit több erősebb ulti legyen, hogy lekaszálja az alacsony szintű enemiket, oké? Okay? Semmi látszik, hogy arra van, hogy ultizzak, és hogy lekaszálja az enemiket azaz az erővel. E, arra van, hogy nagyobb területen hosszabb ideig e, tartson az ulti, és az erő ugye azzal pedig, hogy leszedje az enemiket, idővel leszedje az enemiket. Szóval azért is jó ez a build, mert hosszabb ideig tart az ulti, és mi, a, amiért hosszabb ideig tart, e, a, a szépen lassan ledarálja az életüket, és még te erre is rásegítesz, hogyha szükség van rá. Ennyi, ennyi lett volna. Ő limbo. Á, hát én azt már meg sem mutatom. Az a, az a, az a karakter, hogy sose játszom, mert nem szeretem, nem szeretem a képességeit, és az effektéit a képesség, semmit nem szeretek ebbe a karakterbe. De íme itt van, ez az egyik uh, modolás. Uh, ulti nagy területen, hosszú ideig megvédd a csapatodat, megvédd magad. Um, látom, itt valami, nem sok változott. Oké, okay, és ja, és ennyi. Ja, yep, ennyi. Ulti. Jó, ja, ulti. <laughs> Ennyit, kell ez nem ez nem az én karakterem, nem is szeretek vele játszani. Emlékszem, hogy amikor ö, megváltoztatták a képességeit, akkor csináltam róla videót, elmagyarázom, hogy mi és hogyan működik benne, hogy miért használok Rage-et, miért használom mind ezt, de nem az a karakter, amit én szívesen használok. Soha nem is használom, hogy őszinte legyek. Limbo Prime, jó, hogy megvan, örülünk neki, örülünk neki. Loki... Loki az egyetlen karakter, ami, amit ha egyszer bemodol, sose kell többet modold. Az egyetlen karakter, ami a kezdetek óta ott van a warframe és egyszer megcsináltad, és sose kellett változtass rajta, mert hogy Loki semmi másról nem szól, csak láthatatlanságról. És a láthatatlanságában ö, nagyon OP, és nagyon erős tud lenni. De hogyha kicsit többet akarsz a Lokinak, mint a láthatatlanság, akkor, akkor akkor modolj erőre, hagyd az időt, és modolt fel erőre, és mennyi játszál vele infested ellen. Mert hogy az ulti a sebez az infested ellen. Ennyi. Ennyit tudok elmondani. hölgyeim és uraim. De kettes képesség, kettes képesség, kettes képesség. Ez erről szól a Loki, mindenkinek erről szól a Loki. A Loki master rész ebben merül ki. Uh, ja, és irradiating Disarm-ban. Már ha elég ügyes vagy, mert ha nem vigyázol, akkor le fognak ütni téged. Igen. Natural talent, hogy mindez gyorsabban tegye. Ez egy ősi karakter, és annyira kiegyensúlyozott, annyira balanszolt, annyira kifinomult, hogy, 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 hogy nem kell rajta változtatni ez a leghasználtabb karakterem még mindig, mivel nekem ez volt a kezdő karakter, amikor én kezdtem a warfare a Loki választható karakter volt. És, és az, az, az volt. egyszer megmutatták, így mondod, oké, úgy maradt. A rédre vittem régen, az Irradiating Disarm, nagyon hasznosnak bizonyult a sokszor, és, és ennyi. Mindenhova, minden játékmódra jó. Survivor, Defense, capture, minden játék minden hova, mindenhova, mindenhova. A Warframe legerősebb karakterje. <laughs> a Warframe legopébb karakterje. Mikor kérdeztem a Digital Extreme-től, küldött ki egy ilyen izé szörvét, hogy, hogy melyik karakter lenni a helyből Lokit mondtam. <laughs> ha jól emlékszem, Lokit mondtam. A Meg Prime és Meg. Ó, Istenem, ez a karakter. Úgy sajnálom, annyira annyira OP volt, annyira élvezetes volt használni a képességeit. Jó félreértés most is jó, jó, hogy lecsökkenti az armor, de régen bolygót pusztítottál vele. Százalékos arányban szedte a siltet a korpuszról. Minél több enemi volt a képesség hatókörében, annál többen, annál nagyobban sebzett, és úgy haltak meg az enemik. Érted, tehát befogad már tíz enemit a hármas képessége alá, elnyomtad az meg, és kihalt a bolygó elképesztően sebezett. És most, most, uh, most arra lecsökkent számomra meg a boss ölő frame Tehát ezt hiszem boss ölni, kettes képesség miatt. Uh, és, és ennyi, egy greedy pool mert hogy lol, miért ne. Um, és, és ennyi, ez a boss ölő, ez a boss ölő bildem, bosszok ellen viszem. Kettes rájuk nyomom, hármoshozgatok, kettes rájuk nyomom, lövöldözgetek és egy greedy pull, mert hogy, mert hogy respect, mert hogy meg meg, igen, és, és, és szeretünk meg, és örökké a szívünkben leszel, de már nem vagy az a karakter, ami rége. Uh, mesa. Öcsém, ez egy jó hosszú videó. Uh, Kérem szépen, mese semmi nagyon extra, amit látjátok, lövöldözünk Ultival, hogy sokáig tartson. Rage. Rage? mmm itt meg kell álljunk egy kicsit, Hölgyeim és Uraim. Ha rage rakok bele, de kevés az időm, lássuk a többi bildet, aha, aha, oké. Okay. Alacsonyabb szintre Trinity nélküli, Trinity nélküli uh, build. Oda mentek, megsebzi az életeteket, visszatölti az energiát, tehát fent tudjátok tartani az ultira az energiát. Oké, az a lényeg ennek. Azért van benne vigor és vitality. Most ha emlékszem. Azért raktam vele vigor vitality-t, mert hogy kiállok oda, nem nyomom el a 2-3-as képességet, ne, 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 ne. Kiállok oda, dü, 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 dü ultizok, eltalálnak, feltöltik az energiát, fentom tartani az ultit. De mivel nincs túl sok erőben, benne, így aztán valahol, hogy a 60. 70. level defense-nél már ki kéne jönni. Oké. Okay. Ez a Survivor túlélős, <coughs> Survivor solo túlélős build. Szépen történet, quick thinking, or rage, uh, staggering shield, um, ez ugye visszapattanak az enemik és megzavarja az enemiket. Overextended, hogy minél nagyobb területe hasson a 2 3-as képesség. Happy Days. Ez az. És ez a Endurance futamakra való uh, bildem, ahol már néha elkapcsolom a képességeket, de ha van egy Frost vagy van valaki, aki megvéd, a 214%-os uh, erővel igazán lehet darálni. Igazán lehet darálni, és OPS fak uh, hogyha uh, jó fegyvert adsz a kezébe. Következő. A Mesh a Prime lenne. A Mesa Prime, <coughs> mivel hogy a sima mesám jobb, mint a Prime, értitek, csináltam valami mást belőle. Egy Mesa Valcos csináltam, az, ez az, az azért van, és az azért létezik, hogy nagy range egy olyan pálya, mint a Sanctuary Onslaught, ledoráljak mindenkit. Hola, voilà, Szefini. És közben megőrizzem a mobilitásomat, mert a Mesa Valcsal mozogni tudok. Tehát specifikusan gyártottam le arra, hogy mozogni tudjak olyan helyzetekben, ahol, ahol szükségeltetik a gyors tűzerő, és fenn kell tartani valami life support fenn kell tartani ugye a, a, sanctuary onszlóton a, a sebzést, és a többi, de közben megőrzöm a hatékony mozgást, visszalagos hatékony mozgást. Szóval. Mirázs és a Mirás Prime, mind a kettő egy olyan karakter, amit nem kell bemutatni, szintű, nagyon balanszolt, egyensúlyozott és erős karakter. Um, mm, semmi nagyon extra, amit itt láthattok. Rám, olyan régi a modolás, azt nézzétek olyan régi a modolás, hogy Constitution van benne. És még nem oldotta fel az Exilus modot, továbbá Arkének még uh, csak a helmetbe mentek bele. Mert, hogy nem raktam be, olyan régen nyúltam hozzá, ami viráshoz. Szégyellem magam. Ha -ha, úristen! De igen, ez egy alapvetően időbild, ami egyes képességére fókuszál. Öm, ulti, vakítós ulti, mert, hogy régen erre volt szükség a Raiden. Beach please! Gyerekek, úristen! Ha -ha. Öm, ja. Ez nem tudom, ja, ez ulti, hogy ő az ulti. Igen, ez azért volt, hogy ő az ulti. Total Eclipse, nem, hülyeséget mondok. Kettes képesség. Igen, boost. Total Eclipse, igen. Kettes képesség, buff, damage buff. Régen a Mirage egy damage buffer volt, egy rendszeres karakter, a a akit kértek a damage buff miatt. Úgyhogy ez azért készült. Ha nappali fényben állsz, damage buffot adsz a társai dönnek. És ja, ugye egyes képesség, hogy tartson jó sokáig. <laughs> Vakítós build ultira? Látszik is, hogy ott a Corrosive Projection, mert a, a raid miatt, ugye a Green raid miatt. <laughs> és uh, ez meg az, hogy, 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 ja, hogy, hogy, egyes képességgel folyamatosan daráljunk és zúzunk. Azt a kurva de régi ez a build, úristen. Ah, de nagyon OP, tehát nagyon el vagy vele. Én ezzel régen a, a határ, amit megütöttem ezzel a bildel, a határ, amit régen megütöttem, az 350 volt, ha ah, jól emlékszem. Addig, addig, mentünk, mert régen ott már kifogytunk a sebzésből, már nem bírtunk sebezni az enemén, és nem, nem kezdőkkel mentünk el 300 szintig. Egy Excavation Missionon voltunk, uh, excavation mission voltunk, és... Vagy 3000-es? Ákos baszki, hanyaszintűek voltak azok az enemék 3000-es? Ja 3000-es, nem 300-os 3000-es <laughs> Igen 3000-es volt, bocsánat, igen Azt mondom 3000-es 3000-es szintű eneméket ütöttem meg ezzel a build régen Constitution, ecse <laughs> Természetesen csapatban mentünk és vigyázzunk egymásra, de gondoljátok végig 3000-es uh, Ja Uh, igen, lássuk ide, csináltam valami újat, vagy ugyanaz volt a mentalitás. Jap, ugyanaz volt a mentalitás, de ez már azért. Total Eclipse ugyanúgy benne van, a csapattársaknak való buff, a Natural ugyanúgy benne van a csapattársaknak, való, minden a régi, minden a régi, még a virás Primal is. Csak azért, hogy az egyes képesség tovább tartson. Következő uh, karakter, úristen, de sokan vagytok még, a Necros. A Necros az egyértelmű farm, 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 de ez egy solo survivor túlélős karakter, farmolás nagy területen, és egy semmi solo survivor túlélés, farmolás nagy területen. Következő karakter, Necros Prime, ezt is érdemes megmutatni, a Necros Prime solo survivor túl, túlélős karakter, ez így néz ki, nagyon erős build, ajánlom ki próbálása. He Equilibrium Health Conversion nagyon jól együttműködik. Shield of Shadows, ami kell, benne van. Nagy területű formulás, és még nagyobb területi formulás, nagy területű formulás, Solo Survivor és nagy területű formulás, ez már nem tudom mi volt néz uh, Néza OPS fuck karakter, ugye nemrégiben update érdemes megnézni a Néza a uh, bemutató videókat ebből a szempontból, bemutató videóimat, nagyon kíváncsi. Ez egy uh, erős solo survivor karakter, akivel lehet menni nagyon-nagyon sokáig. Ez uh, CC, CC, az crowd control, fertartjuk az enemit, nagy területen ultizunk, nem kell őket megölni, csak fel kell őket tartani. Című, terül, című történet ez megint csak sebezzünk is de tartsuk is fel őket valamennyire, amennyire lehet, de amint látját, Adaptation, Equilibrium ez egy Solo Survivor ahogy elnézem a, a, a dolog, adaptation, safe fiber, vitality, equilibrium, az visszadja az életet, mert ugye a néza most már életet tud termelni magának, és akkor energiát adok, életet termelek, blabla, bla, igen, solo survivor, tömegfenntartás, és tömeggyilkolás. Igen, tömeggyilkolás, tömegfenntartás, szóló survivor, életben maradás. De ez, eh, 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 ez, hogy ezt megértsétek a működő, érdemes megnézni a videót róla, amit, amit, uh, amit, mondok ott benne. Nidus, hát igen. OPS fák, szerintem semmit nem kell elmondjak erről. Itt ez van, ez, ez, a karakter, ez megy, öl, végzi a dolgát, életben tartja magát, csapattársakat. Ez egy túl OP karakter, ezért nem használom. Túl OP. Vagy, mint a Nidus, túl uh, mint a Inaras, túl OP. Nova Prime, megint csak egy olyan karakter, respekt, ősrégi, ősi módolással, ami azóta is helyt áll. Uh, lassítunk, és hogyha meglőjük az enemit, akkor még egy kis területen is robbanjon. Tehát lejjen is kis a, a robbanásának, hogy felrobban az enemi, lejjen némi területe, hogy nagyobb láncreakciót váltson ki. Ezért készült ez. Gyorsítunk, ugye? Nagyobb területen. Sose halunk meg. Kategória. Ami most ennek a bélnek a lényege az az, hogy egy, egy teljes bolygót lelassíts. Teljes mértékben lelassítasz egy teljes bolygót. A ranget kicsire veszed azért, hogy az egyes képesség ne sebezze az elemit és damage reduction od megvan. Értitek? 90%-os damage reduction ott van, amit felfog az egyes képesség, mivel kicsi a range, nem ütközik neki az eleminek az egyes képesség. És te lövödőket távolról, nem beszélve arról, hogy lelassítod a teljes kibaszott bolygót. Survivorra nagyon, nagyon effektív, de nagyon vigyázni kell vele, mert ha nem, akkor nem tudsz elég gyorsan örni, mert pályát lelassítod annyira, hogy az enemit keresned kell, és nem jönnek feléd. Ez egy nagyon erős build. Ajánlom szeretettel. Még egyszer. Általános lassítós, némi robbanási területtel. Gyorsítós, mint a legtöbb defensere szükség van. Survivor solo bolygó lassítós build történet. Amit látjátok, ezzel feltöltitek az... igen, fel. Molecular Fission. When killed primed enemies uh, will restore a new star charge and have 100%... Uh, tehát amikor megölöd a ultiban lévő enemiket, feltöltik a egyes képességedet, ami ho oh, oh de mi reduction ad. Oké? Okay. mikkel több? Mi kell több? Nova is the best. Nix. Nix, ősi karakter, nem használom pedig kéne, és ez egy nagyon jó karakter, és nem lett róla semmi rosszat elmondani. A Nix az egyik legópép crowd control volt régen, de most már vannak karakterek, mivel hogy manapság a játékosok jobban favorizálják azt, hogy gyorsan öljenek. Mint hogy taktikusan játszanak, ezért a Nix uh, kihalt a játékosok tudatából. És ja, pedig itt van, ez egy uh, crowd control build, és a Nix ebben volt jó crowd controlban. És ja, ennyi. Azóta se kellett új, azóta se kellett más, igaz, nagyon nem is használom, de ez egy crowd control. Kész, augment modokkal... erre használtam én a Nixet régen, és erre volt jó, és tudtam, ez számíthatom csapattársak védelmére, de a crowd control-lal, bitch, please, megoldott mindent, erős. Erős, ma önmagába is erős a Nix. Oberon, illetve Oberon Prime, uh, az egyik kedvenc karakterem, és a legtöbbet használt karakterem a Loki után, de a Loki csak azért a legtöbbet használt karakterem, mert hogy az volt az első, és sok időbe telt, amíg megszereztem a többit de utána nálam az Oberon a, a karakter, amit használtam, uh, a legtöbbet, szóval... Uh, a legjobban vagyok, a legmagabiztosabb is vagyok ezzel a karakterrel, ahogy uh, őszinte legyek, és a legjobb, legkönnyebben megy a játék. Uh, élvezem a képességei illetve a fegyverek közti balanszot uh, ennél a karakternél. Akinek nincs meg a Prime, csak gyorsan megmutatom a simát is, csak öt formás. Jöpp, uh, yep, így így állunk. Adaptation, Vigorous Swap, Rage, Synth Reflex. Azt hiszem, itt valamit nagyon ki akartam használni. Uh, ennél, 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 a buildnél Érdekes, érdekes. <laughs> Phoenix Renewal, hogy a Phoenix Renewal Adaptation Rage van benne, akkor a szólóra használom. Uh, kategória. Ez meg egy sima erőbild, inkább ultizgatásra, ahogy nézem. Uh, ez meg, ez meg ez valamit nagyon akartam csinálni. <laughs> De ötlet remélhetőleg. Oktávia! Mindenét elismerem ennek a karakternek, egy erős OPS fuck karakter, csak én nem használom. Ennyi. Egyszer megmodoltam, és szerintem azóta sincs nagyon rá szükség, hogy így az ember változtasson. Ezen az egészen, talán így. De ezek lennének az ötleteim, ez elég egyértelmű, hogy mit akarok itt elérni ugye az egyes képességgel. Uh, de ennyi, ennyi a történet Octavia nekem nem, nekem annyira nem, csak tudom, hogy erős és nagyon jó, Revenant megint csak egy erős karakter amit nem tudsz használni semmire, mert mert erős <laughs> és és. hát vannak jobbak vannak gyengébek is, vannak jobbak és az emberek azt preferálják, pedig az Ultia az igen-igen az móka hogy őszinte legyek. És még előbb még be fejezte a vonalást, nagyon -e de ezt tudom, hogy ez, ez, egy ultira készült. Már, már, már az ultira készülök ezzel, ezzel a béldel. De ennyi. A Revenant bemutató videóban, ha megnézitek, elmagyarázom mit, hogy és mit gondolok erről a karakterről. A Rino, Istenem, ez a karakter, mely hányadtat a sorsú, de hú, de erős nagyon erős, és ne az ereje nem az ultiában leelik, hanem a tömegkontrollban. Abban, hogy egyet, dob, ö, egyet dobbantasz, és az elemek így megmaradnak a levegőben másodpercekig, és időd van velük csinálni, amit szeretnél. De ahhoz le kell vedd az erőt, hogy felvidd az ultit, hogy lejön energiád arra, hogy elkapcsolt folyamatosan ö, azt a hármas képességet. Szóval, ja, ez, az, ez, a build régi, de megbízható. Régi, de megbízható. A következő build Iron fókuszál, kélek szépen annyi, hogy, annyi, hogy tudod kapcsolni a kettes képességet, és a sebzi az enemiket, arra van, hogy tényleg kibe be az egy a kettes képességet, hogy, hogy nem, nem, nem beszélve arról, hogy umbrát csináltam belőle időközben, és ezt le is teszteltem ezt a Builded livestreamben A vége az lett, hogy a nulli insta killált. Iron, uh, Iron Skin-t felhoztam, Iron skinnal együtt lelőtt. Tehát úgy, ahogy volt, hogy ahogy, uh, érdemes is, mert szinte még videóban is megmutattam, az Umbra, Umbra Rino bemutatót, nézzétek meg, az Umbra Rino bemutatót, hogy, hogy így Insta killelt. Akkor kapcsoltam el az árosrapnelt, és azban a pillanatban tűnt el, és Insta killelt a nullifier. Annyira erős volt már a sebzése a moton az zeneméknek. De egy jó build, igazából. Uh, Iron Shrapnel megint csak benne van, viszont... Ja, még több erő, című kategória, de inkább ez azért van benne, hogy a társakat boostoljam. Ja, ez azért van, hogy a társakat boostoljam. És itt még a Reinforcing Stomp Angment modot használom, azért, hogy visszatöltsöm a kettes képességet. És minél több enemi akad bele az ultira, annál több töltődik vissza a kettes képességre. Gyakorlatilag volt úgy, hogy ment mentem anélkül, hogy, hogy lefogyott volna a kettes uh, rólam. Uh, ja, egyik kedvenc karakterem amúgy, a Rino. Szarin, hát mit nem mondjak, erről már sokat videóztam erről a karakterről, sokat magyaráztam, hogy hogy működik, hogy működik, mit érdemes, hogy érdemes. Hölgyeim és uraim itt van, egy olyan, ez egy olyan bild, ami nem szükségeltetik nagyon energiatöltéssel, mert meg tud oldani egyes képesség ultizás, meg tud oldani az energiatöltésedet, hát, főleg ha van egy fullas energizod. Ez egy olyan uh, build, ami Solo és survivor, solo survivor, uh, ez az, ez le, igen, a regeneratív mód, szóló survivorra készült uh, ez a build. De nézzétek meg a videókat, Umbra Sarin, egyértelmű, mire készült, szóló survivorra megint csak. Nagyon erős ez a build, amúgy érdemes megnézni, a videót róla csináltam. Uh, Szarin Prime. Uh, Ugyanaz a metódus, csak effektívebben. Trinity, tehát energiatöltés nélküli, nagy töröten való damage -elés, Ez a build. Uh, rage regenerative mold, adaptation, so, solo survivor. És Trinity-vel való ölés. Re készült. Tehát valami, ami újra tölti az energiádat, arra való ölésre készült, endurensebb futamokra, ahol több sebzésre van szükség. Jó bildek. Titánia a sosem használt karakterem, már azt is elfelejtettem, hogy működik, csak arra emlékszem, hogy csináltam bildet rá, és boldog voltam vele. Egyet csináltam, nem, sőt, még többet is csináltam, de már esküszöm, nem emlékszem, hogy mit, miért csináltam. Adaptation Diamond Skin Insulator. Val valamit itt kísérleteztem. Ja igen, emlékezem, hogyha lemegyek ultiba, akkor mennyire... Ha ah, igen, jó. Um, csináltok valamit amit akartak. Nekem ez a karakter nagyon távol áll az én ízlésemtől, játékstílusomtól és mindenemtől. Szóval, de ez az alapötlet. um, ú, lassan végére érünk végre. Trinity, <coughs> Trinity egyszerű és nagyszerű. Um, úgy mondják, hogy a Vampir Trinity elszívja az energiát, feltölti a shieldodat, és elképesztő effektivitással teszi ezt nagy területen. Ennyitok róla elmondani. Ezt a build, ez a build, kötelező Trinity build, mindenkinek megvan. Ha neked nincs, akkor ez meg kell legyen. Umbra Trinity, mert hogy bitch please, mert hogy megtehetem című történet, de egyértelműen arra megy rá, hogy életben tartsa önmagát, kérlek szépen. Némi duration és és a hármas képességre van, hogy a Temis csinálja, és a rage visszatöltse az energiát is, hogy folyamatosan fenntartsa az energiáját, az életét. Ugye, ultizgassak, hármas képesség, blablabla, bla, bla. erre van, erre van, és mellé a Regeneration is majd tudom mondhatni, ez is egy, egy, általánosan kötelező build a trinity ben um, Ugyanaz gyakorlatilag, csak ugye itt van, itt hogy um, armor reduction, tehát az enemiknek az armorját is csökkentem. Ez egy másik változata az előző buildnek, az abating linkkel. És hogy őszinte, legyek sokszor ez kiszámítható magasabb szinteken. Című történet. 45%-os armor egy magas szinten az sok. Következő, a Valkyr, hát ezzel én végigmentem a világot, ezzel a karakterrel annó. Üm, nincs róla is sok mit elmondani. Üm, Adaptation Eternal War. Ha Eternal War-t láttok, egy Valkyr van, az egy Eternal war build. Happy Days. Üm, ha ő kettes képességet elkapcsolod, ha ölsz, akkor fenntartja az Eternal War-t. Tehát sok enemi kell a Valkír köré, és leópéz mindenkit. Arvor mennyiség, élet, minden. Umbra Valkér pedig Bitch Please. Uh, itt valamit akartam, de már nem emlékszem, de ez Eternal War, és ja, ez az Ulti. Uh, ez az új Ulti, ez az új Valkír Ulti build hölgyeim és uraim. Mert hogy benne van a vigorous swap, mivel ugye most már ulti közben lehet lőni a valkyrrel, Bitch, please! Uh, kérem szépen, ulti közben lehet lőni a varkérrel, a rage feltörtöd az energiádat, ha netán lemerülne, Útközben uh, út közben kicsit merülne, és miközben ultiban vagy, a közben tudnak sebezni az enemik, a közben tudod őket lőni, és a vigorous swap pedig megbusztolja a damage és akkor, amikor már úgy érzed, hogy jól vagy, akkor visszamész ultiba, és sebezhetetlen leszel, továbbá van mindig energiád. Tehát uh, hosszú időre fenntartani az ultit, de fegyverrel ölünk, című build. Érdemes megnézni a videómat róla, elmagyarázom, és tényleg, tényleg, egy jó build. Ez a, ez a, ez a, ez a Valkyar build. Már is feltettem, hogy de jó buildet csináltak. Vóban, um, Búban, na neki megváltozik a képességé már megint. Oh. Egyértelmű, hármas képességre készült, vagyis most már ultira készült build dobálja a hálókat, dobáld a hálókat, dobáld a hálókat, őjed az enemiket, őjed az enemiket, őjed az enemiket, az ultival, <laughs> de kis szintű elemiket, és nem tudom már, itt is valamit csináljon, valamit csináljon, valóban, valóban, egy, nálam egy számított ez, ezzel mindent csináltam. Mindegy. Ha esetleg azt kérték, hogy legyen valami erővóban, akkor erővóban lett belőle. De ezzel minden túlélte azzal a billel. Minden túl lehet élni ezzel a billel. Semmi másra nincs szüksége. Uh, ennyire erős tud lenni, vagy éppen gyenge. De jártam már a vóban nagyon hosszú meneteken. Ezzel, ezzel a bildel, amit ott láthattok. Volt és volt Prime. A uh, specializáltam szerencsétlent amúgy ilyen egy dolon ölésekre, meg ilyesmikre, szóval semmi nagyon extra, nem használom soha, Isten se tudja, hogy mikor kapcsoltam be utoljára. Uh, az utolsó, ez a build, ezt azt hiszem utoljára csináltam, amikor már arra mentem, hogy a Sanctuary Onslaughton a kisebbiken öljem az enemiket és gyorsan haladjak vele. Ja, igen, ezt arra csináltam. Uh, Visp, Ez a karakter, le a kalappal. 2019 legjobb karaktere, azt hiszem. Erős, OP, megbízható. Ez egy jó karakter. Um, akárhogy nézel, ezzel én ezzel a build hihetetlenül elégedett vagyok. Nagyon erős. Nagyon-nagyon erős um, karakter és, és ezzel, ezzel, itt, ezzel a bilde itt egyelőre teljesen meg vagyok elég, elégedve. És egy modern, uh, egy modern karakter, modern uh, modolás, technika hozzá, és, és jó képessége, kiegyensúlyozott, nagyon szeretem, jó karakter, és ezt a modellt szeretettel állom hozzá. Bukong, uh, erre a karakterre mindig azt mondom, hogy az a kezdő, aki ezt a karaktert nem váltja ki, az elmegy a legerősebb karakter mellett a játékban, amit azon a szinten el lehet érni. És, um, ja, semmilyen extra vukong túlélésről szól. Íme, ez lenne az én egyik túlélésem. Itt it, it, it próbálgatok modeláskat, azt, azt ne nézzétek. Um, ja, vagy ez, vagy ez, rajtatok áll. Következő karakter, Wukong Prime, Detto, Zephyr, Zephyr Prime, vagy Zephyr, <laughs> őségi, őségi már ez a modulás is. Itt még látszik, hogy sem az Exilus adapter nem jött be, ugye, mert nem oldottam fel, sem még az Arkének itt ezen a szinten nem jöttek be. Olyan régóta Változt nem változtattam ezen a modaláson. De régen ez volt a tank. Régen ez a karakter volt a tank. Ja um. Itt már egy egész új modulásom van oh, Oké, okay. van nem, a harmadik is, nem? Akkor ezzel ultizgattam szerintem Ja, lássuk a prime Prime-mal mit csináltam? Semmit Ja, ugyanazt, mint az előzővel Csak adaptation belekerült Overextended Muszáj a hármas képesség védelmi, maya, béde, vede, Védelem miatt és egy redirection. Fura választás. Ultizgatunk, ahogy elnézem. Itt ultizgatunk. És itt mit csinálunk? Itt nagy területen ultizgatunk. mit nem tudom. Valószínűleg. Valószínűleg. De ez, ez a build, ez, ez jó. Ezt tudjuk. Igen, mert ezzel túl lehet élni. Című történet. Ez sem rossz. De már nem emlékszem, hogy miért csináltam. Annyira rég volt. Ja. Igen. Azt hiszem elértünk a végére. Elértünk a végére most már vég... Igen. Én mondtam, ezt a videót egyszer csinálom meg. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy tudtam ötleteket és segítségeket adni az összes karakterre. Így vannak nekem modolva ilyen például 2020-ban ezek a, ezek a warframe -ek. Egyesek hihetetlenül endgame-re, vannak húzva, mások pedig csak szórakozásra vannak húzva, de remélem, hogy tudtam neked segíteni abban, hogy, hogy elindulj egy úton a modalásokkal. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!